Gépüket takarítják éppen a munkások a 87-es főúton. Lukács házán már végeztek az útjavítással. Félpályás korlátozás mellett dolgoztak itt a közutasok. Ezen a szakaszon korábban csatornázás miatt bontották meg a burkolatot. A munkálatok után ugyan helyreállították az útpályát, de azóta hatalmas, már kikerülhetetlen kátyúk keletkeztek. Most felmarták a rossz állapotú aszfaltot, és új került a helyére. Végeztünk a 87-es főút lukácsházi átkelési szakaszán egy 400 méteres résszel. Ez teljes szélességben meleg aszfaltos burkolaterősítést kapott. Szintúgy elkészült Söptei-Szombathely között egy 600 méteres szakasz. Ez is burkolaterősítés. A Magyar Közút ZRT megyei igazgatója azokat az útszakaszokat mutatja, ahol ezen a nyáron útkarbantartásokat végeznek. Tömörd és Cseprek között felületi bevonat készül, Duka és Jánosháza között a burkolat szélét cserélték. Az Őrségben pedig Szalafő és Farkasfa térségében egy 3 kilométeres szakaszt tesznek rendbe. Ha annyira tönkrement a burkolat, vagy egyenetlen, akkor mindenképpen egy egyenes, egyenletes szakasz kell készíteni. És ezt marással szoktuk, az a legegyszerűbb, és ezt a mart aszfaltot kisebb, alsóbb rendű utakon, kisebb forgalomnál újra fel tudjuk használni egy másik technológiával. A felmart aszfaltot, ahol lehet, újra hasznosítják, ahogy nem megy kárba a maradék sem. Lukácsházánál például a megmaradt anyaggal a patkát erősítették meg. Szombathelyen a dolgozók útján végeznek a nyár során javításokat a közutasok.